Minden nemű területrendezésnek az alapja elsődlegesen a természet. Azaz, a földrajz, mint tudomány, és a földrajz törvényszerűségei, mint olyanok, ugyanolyan természeti törvények, mint a fizikai, kémiai, biológiai és soroljon többi tudományoknak, illetve természeti részterületeknek a törvények. A földrajz leírása döntő, mert a táj és az ember közös, hogy mondjam, kölcsönös hatásban alkotja meg később a nemzetet, azon az azonos területeknek a lakóit. Nem véletlen, hogy a csehek a Csehe medencébe lettek csehek. Nem véletlen, hogy a spanyolok a sok különböző nép ellenére, a sok kisebb egységből egybejutva Spanyolországban lettek spanyolokká, mert az egy zárt, teljes természeti egység. Ez vonatkozik a portugálokra, és most sorolhatnám a többi népet, és maradjunk és térjünk vissza a saját házunkájára. Európának mindenképp, de a világnak is az egyik legtökéletesebb földrajzi egysége a Kárpát-medence. Annak idején nagyon bölcsen Teleki Pálék az Államtudományi Intézetben ezekkel a kérdésekkel is foglalkozván megalkották azokat a határtérképeket, amiken a határoknak az állandóságát jelzik. És az előbb említett Pireneusi határ, ami Franciaország és Spanyolország közötti határral egyenértékű határ, egyetlen egy van, amelyik több száz vagy ezer éven túl is határként funkcionált, ez a Kárpát-medencét körülvevő Kárpátok vonala. Most lehet erről beszélni, hogy ez mind mese, a mai tudomány, mai fejlettség, technika, és itt tovább nem bizonyít semmit, nem kérem. Ahol ezer évekről beszélünk, és ezer éves állandóságokról, ott a természet szólal meg. Sőt, a természet fölött még az, aki a természetet alkotta. Tehát ez nem csak természeti, hanem isteni törvény is. Nem véletlen, hogy Spanyolországon belül beszéltem, a kisebb részek kisebb földrajzi egységek, amik egy nagyobb földrajzi egységhez tartoznak. Magyarország esetében ugyanígy van. Az Erdélyi medence egy kisebb földrajzi egység. A Felvidék-hegyvidéki területe szintén egy kisebb földrajzi egység. Kisebb földrajzi egység maga a Nagyalföld, vagy Kisalföld, és sorolhatom a kisebb egységeket. De ezek kissé válnak csak egymástól el. Ez a kissé elválás az, amit lehetne bizonyítani az ezer éves megyerendszerünk határainál. Hogy ott, ahol természetes földrajzi egység határa, a megye határa is, az a határ fönn is maradt ezer éven keresztül, ahol a lapos síkságban mondjuk az Alföldön elmosódnak, ott aztán területek, egyéb körülmények is módosítják ezeket a határokat. Visszatérve tehát. A földrajz önálló törvényszerűségei, a földrajzi határok az egyik tényező, amelyik mindenképpen a jövőbeni revíziónak a leghatározottabb természettudományos alapja, ami lehet, hogy 5 éven belül, lehet, hogy hosszabb időn belül, de érvényesülni fog. Gondoljuk csak végig, hiába volt 150 éves török félbevágás, a Kárpát-medence egyesült. Miért? Mert természetföldrajzilag ez kellett történjék vele. Szlovákiáról most ne beszéljünk, az egy érdekes kérdés, de az önmagában ennek az egységnek a része az idő kérdése, hogy mikor látják be és be kell lássák, hogy ehhez az egységhez tartoznak, tetszik, nem tetszik. Nehezebb kérdés ott, ahol az egység fölbomlása után a kisebb földrajzi egységet egy egész más földrajzi egységhez csatolták. Ez Románia tipikus eset. Ahova Erdélyt betették egészen más természetföldrajzi környezetbe, az északi Moldova, a tőle a Dunától a Fekete-tengeri elválasztódó Dobrudzsa, amelyik alapjában bulgár, török és tatár jellegű volt, és még ma is ott vannak mélyen a gyökerek,
illetve a Kárpátoktól le délfelé, Olténia és Monténia, más szóval Havasalföld, Bukaresttel együtt, amelyik a román egységnek a harmadik rész. Túl azon, hogy egy olyan kicsi folyó, mint a Prút, nem választhat el egy azonos földrajzi egységet, azaz a mai Moldáviát, a mostani Románia részét alkotó Moldovától. A kérdés, hogy az ott lakó kialakult nép, amelyeket amott moldávoknak, itt moldovaiaknak mondanak, az milyen? Nos, a mai források és ismeretek alapján, és most lesz ugye moldovai nép, hogy mondjam, köztársasági elnök választás is, mert újra a névét fogja hozni, amit eddig az ottani gondolkodók és lapok és a nép is döntött, hogy nekünk Moldva kell, Moldvával együtt akarunk élni, de Bukaresttel soha. Ami hosszú távon meg fogja pecsételni Románia sorsát is, amelyik az egyetlen eddig éppen maradt állam a trianoni államok közül, hiszen a másik három ugye megszűnt, illetve felbomlott. Romániának ezzel még nincsen teljesen vége, mert a belső dolgok azok erősen élnek. Ugyanis a földrajzi egység az gazdasági egységet is tud létrehozni. Ha a földrajzi egységet megbontjuk, akkor a benne élő népek legyenek azok a vesztesek, mint mi, vagy a nyertesek, mint Románia, most maradok ebben a... sokkal rosszabbul élnek, mintha a földrajzi határokat figyelembe vették volna. Két világháború között ezt telekiek pontosan kifejtik, és földrajzilag is leírják, és akkor még a közlekedési szempontokból mindenből leírják, a technika a közlekedés gyorsaságán tudott segíteni, de a Kárpátokat nem tudta se idébb tenni, se odébb, ebből kifolyólag a két oldalon egészen mások a viszonyok ma is, valami minimálisat közeledhettek, de az csak minimális. A határ megmaradt, és ma is megvan, és a jövőben is meg lesz. Ez a földrajz, és a földrajz törvényszerűségei. Revíziónknak tehát az egyik fő alapja egy nagyon komoly természeti indok, ami mindenképp fönnáll. Amennyiben ez a terület, mint földrajzi egység, állami egységként is funkcionál, akkor furcsa így mondani, a demográfia is nekünk szolgál. Nagyon furcsa ezt mondani, hisz demográfiailag katasztrofális állapotban vagyunk. De mégis, ebben az esetben is az az állam, ami kialakul, egy közös állam, az elsődlegesen magyar jellegű lesz, mert a központi területeit a magyarság foglalja el még most is, és egyébként az egész területen belül 44,6%-nál tartunk még 2011 körül. Az pedig nem egészen rossz arány, hiszen figyelembe vesszük, hogy az 1869-es népszámláláskor csak 1,5%-kal több volt a magyarok aránya a Kárpát-medencében, ami aztán 1910-ig elérte az 55%-ot. Ezeket azért kell elmondani, hogy lássuk, hogy amiről én itt próbálok beszélni, az nem az én fantazmagóriám, nem az én szeretett magyar hazám és népem iránti elfogultság, hanem ennek számbeli, tudományos és természeti alapjai is vannak. A következő. Elfeledkeznek valamiről az emberek. A mai világ különösen, amelyik a szabadkőműves bűveletben élvén elsődlegesen le akarja dönteni az oltárt és a trónokat, a trónok jó részét sikerült, kivéve a saját embereik által bitorolt trónokat, lásd angol, svéd, stb. Sorolhatnám, de a többit ledöntötték, a cári trónt épp úgy, mint a német császárit, a magyar királyt, és így tovább. Az mindenképp Isten ellen és az isteni törvények ellen akar harcolni. Azok, akik csatlakoznak hozzájuk, nemzeti
vagy egyszerűen sima anyagi érdekekből, és ennek kapcsán elfeledik azt az alapigazságot, hogy az Isten maga az igazság. Az Isten maga a jóság, és Isten maga az egység. Ez a legpontosabb filozófiai és teológiai megfogalmazása az Isten. Maradjunk az igazságnál. Minden nemű igazság elleni vétek, és nem csak a vallásiról beszélek, hanem a legkisebb emberiről is, a legkisebb hazugságról is, ha az akár történelmi, akár nemzeti, akár politikai, magát az Istent és az Isten lényegét támadja meg. Ezért azok a népek, akik a saját rablásuk érdekében meseszerű ideológiákat költve, teljesen hamis és hazug történelmet lépítenek fel, az Isten lényegével, magával, Istennel szállnak szembe. Ha ezt a bűnüket nem tudják orvosolni, a végzetüket is magukban hordják. Istennel majd lassan őrölnek, de a történelem bizonyítja, hogy őrölnek. Nem lennék tehát most egy isteni ítélet esetén boldog szlovákként mesélve az ezer éves csodás szlovák államról, és nem lennék boldog románként egy dákó román hazugságot, de most már azon túl vannak ők is, egyéb román hazugságokat ismételni. Tehát a természet mellett van egy másik, az Isten és az erkölcs, amelyik egyértelműen a történelem hamisítása, a meghamisított hazug adatok és így tovább ellenére akar létrehozni, élni és mozogni tovább. Mielőtt a transzcendens befejezéshez térnék, a mai helyzetet alapul véve a következő történik. Románok között megindult egy gyenge, de mégiscsak olyan folyamat, ami belátja, hogy Trianon így, ahogy van, nem fenntartható, és a trianoni hazugság hazugság. Másik dolog. Teljesen tisztában vannak azzal, hogy az erőviszonyok megváltozása miatt akad egy nagy nép, amelyik nekik halálos ellenségük, és ezt ők maguk szerint teremtették maguknak. Ez Oroszország. Abban a hátrányos helyzetben vannak, hogy a történelmükben eddig mindig meg lehetett játszani azt, hogy a nyugati kereszténységen felnőtt államok vezetőit, akik nyugati módon gondolkodnak, be lehetett csapni, el lehetett árulni. Lett légyen Franciaország és Anglia, lett légyen Németország. Ezek között volt állandóan a játék, ami állandó árulással a nagy Romániát meg tudták teremteni, és hát az orosz, hogy mondjam, második világháború utáni visszafoglalás ellenére is nagyjából a Beszarábia nélkül meg tudták tartani. Csak egy dolgot nem tudnak, hogy az oroszok ugyanúgy bizánci mentalitásúak, mint ők. A bizánci gondolkodási hagyományokat őrzik, őket nem tudják becsapni. Őket egyszer lehetett becsapni, és ez 1917-18 volt, amikor is elárulták őket az első világháborúban. Ez is még egy mondat, de érdekességként idejön. Kolozsvári rokonaim mondották, hogy amikor még az inturista Moszkvába jártak Kolozsvárról is csoportok, a kolozsvári románok is inkább makogtak Moszkvába magyarul, mint hogy már idegenek előtt, hogy kiejtsenek egy román szót. Mert tudták, hogy az oroszok előtt olyan közutálatnak örvendenek. Ezek után egy haditengerészeti támaszpontot adni az oroszok által mindig beltengernek gondolt Fekete-tenger partján az amerikaiaknak olyan bűn, ami nem bocsátódik meg. Az orosz medve bajuszát lehet szibálni. Ők most ezt játsszák. Azokkal az amerikai haditámaszpontokkal és így tovább. Azt hitték, hogy majd az amerikaiak megvédik őket. Az oroszok közel vannak, hatalmasak, mire Amerika bármit tudna tenni, Románia nem létezik a mai viszonyok között. És ezt belül érzik, nagyon sokan is tudják, de hát ebben a pillanatban kényszerpályán mozognak. Nem azt mondom, hogy nekünk erre van szükségünk.
De a legutóbb éppen az orosz államfő vetette föl, hogyha elkezdjük feszegetni a határok kérdését, mert riporterek kérdezték tőle, hogy Kaliningrád, alias Königsberg, a régi német szó, vagy a Kuril-szigetek, az Japán, tehát hatalmas államokkal szembeni szerzeményekkel mit csináljanak. Azt mondta, hogy igen, fel lehet vetni a határok kérdését, de akkor a legelső határ, amit föl kell vetni, és ez így mondta a legelső, az a magyar-román határ. Most a románok ezt úgy akarják kifordítani, pont most volt itt egy erdélyi rokonom, akivel sokat beszélgettünk itt 56 évfordulója kapcsán. Mondja, hogy most úgy próbálják kiforgatni, hogy persze, hát beszélhetünk a határokról, hiszen az eredeti román követelés az a Tisza volt. Csak hogy Putyin ezt nem így értette. Úgyhogy, és azt hiszem, ők is tudják, hogy ez egy beteges, gyenge kifogás. Befejezve ezt a részt, azt mondom, hogy lélektanilag is megkezdődött valami. Mert számunkra az a legnagyobb terület, ami leginkább érdekel minket. Szlovákia esete azért más, mert az egész beletartozik ebbe a rendszerbe, és nem is lehet más sorsa, mint hogy ide kerüljön vissza. Vajdaság még egy nagyon nehéz kérdés, de a szerbek megélték a maguk Tianonját, és szépen startolnak visszafelé az egész kicsi Szerbiához, ami az 1880-as évek körül volt. Leváltak most már Pristina, illetve hát Koszovó, levált ugye a déli rész, a Szandzsák nagyon rövid időn belül le fog válni, mert a Szandzsák területén is már 60% a japán, albán kisebbség. Ez azt jelenti, hogy Szerbiának ilyen szempontból is gondjai lesznek, egyetlen, amit meg tud, meg akar tartani, sajnos az a Vajdaság, de hát erről majd az idő másképp fog beszélni. Ezeket azért kellett elmondani, hogy a revízió lehetőségében ezek mind benne vannak, és tiszta szemmel kell nézni. Nem szabad azzal a szemmel nézni, amivel bennünket láttatni akarnak, azaz azt akarják, hogy reménytelen, mondjunk le, és így tovább. Nem. Nem. A magyar szentkoronái az ország. A szentkoronái. Ebből kifolyólag nekem, Bakos Batonak, de önöknek is, akik itt vannak, egyiküknek sincs joguk egyetlen négyzetcentiméterről sem lemondani, mert az nem az önöké, az a Szent Koronája. Másnak a tulajdonáról én nem mondhatok le, bárki bármit mond. Az pedig, hogy a Szent Korona az az ég királynőjéhez tartozik, aki nekünk pedig valóságos királynőnk is, ez egy más kérdés, majd a stratégiánál úgyis újra elő kell kerüljön a Szent Korona révén, az ő tulajdonáról én milyen módon mondjak le? Hát ő nekem királynő. Létezik egy állandó szillogizmus, és ez Trianonnál itt a befejezésnél el kell mondani. Az emberiség történetében kezdődik meg az alapvető küzdelem. Ez a küzdelem az asszony és a kígyó között történik. A kígyó az a gonoszság, az alvilág fejedelme, a kígyó. Az asszony az az, az asszony, aki az igét szüli, aki az Isten anya. Mi az ő népe vagyunk? Mi az ő népe vagyunk? A kígyó mindenképp az asszonyra tör, de az asszony nem érheti el, akkor a népét óhajtja elérni. Ez az a bizonyos sarka, amit célba vesz. Nem mondja senki, ők elmének a legfontosabb eszköze a szabadkőművesség, aminek egy bizonyos beavatási fokon fölül minden tagja már örökhűséget esküszik. A legfelsőbb fokokon, az üléseken pedig ő dirigál, és mondja meg, hogy mit és ott kell tenni. Kik hozták Trianont? Nem, de a szabadkőművesek. Nem, de itt megint arról van szó, hogy az asszony népét, az asszony országát kellett szétzúzni. Egyébként az a csapás, amit ők ott adtak,
majd a második világháborúba adtak a teljes kirablással és tönkretétellel, az Márai helyesen mondja, hogy nem értik. Hát rég meg kellett volna halnia, rég el kellett volna pusztulnia, és mégis itt van még. És mégis időnként olyan dolgokat produkál, ami az egész világot fölrázza. Tehát hiába léptek ők föl a szabad könyvesség révén, és hiába tették meg ezt, hogy tönkretegyék ezt az országot, a Boldogasszony országát, tönkretegyék a népét, ideiglenesen sikerült legyengíteni és tönkretenni. De akik ismerik a történelmet, tudják, hogy a végső szó sohasem az ő kezükben van, mert az Isten mindig a görbéből a végén egyeneset ír. Valaki mondta példaként, hogy meg kellett legyen a római birodalom, ami csodálatos utakat tudott teremteni, és egy óriási civilizációt hozott létre, hogy majd az apostolok annál könnyebben menjenek, és tudják megtéríteni. Az Isten így ír. Ugyanez a helyzet ebben az esetben is. Megvannak azok az alapok, amik le vannak szögezve a szentkoronatban. Megvannak azok az alapok, amikről itt az előbb beszéltem, a természeti törvényekben. Megvannak azok az alapok az isteni törvényekben, azaz az erkölcsben, tehát az igazság, amit megkövetel. Ehhez jön még hozzá az, hogyha mi betöltjük azt a küldetést, amire rendeltettünk, akkor ugyanaz fog történni. Ami történt a török uralom után, senki se gondolta volna mondjuk 1570-ben, hogy majd 120 év múlva megint egy lesz ez az ország. Senki se gondolta volna annak idején, amikor a nádasokba bujkáltak, s látták a fölégett falvakat a magyarok, hogy a mongolok innen ki fognak vonulni, mondjuk tatároknak köszön, szóval mondva, és 5-6 év múlva, ha fergetek után, olyan lesz a magyar állam, hogy visszavág az osztrák hercegnek, és visszavezi a három vármegyét. És mikor a tatárok legközelebb jönnek 15 év múlva, már a határok bejönni se tudnak, mert visszaverik őket. A mongol történelmi könyvekben pont ez szerepel. Meg az, hogy az arany horda vereséget egyedül Magyarországon szenvedett. És kimondja azt, hogy az Habsburg birodalom, amelyikben fénykorában a nap nem ment le, mert hiszen Spanyolország is ahhoz tartozott, a spanyol gyarmatok az egészet, a spanyol uralkodóház első időben Habsburgok voltak, hogy ez a Habsburg birodalom nincs, sőt, a fő ereje, az osztrák császárság teljesen eltűnik, és Magyarország még mindig van, és egy pici Ausztria is van, persze nem akarom bántani őket, de az annyi, ami belőle megmarad. És esélye sincs arra, hogy följebb menjen. Magyarország pedig majd jön, mert túlélte a Habsburgokat. És az, hogy a akkori világ leghatalmasabb hadserege és állama, a 22 millió négyzetkilométeres Szovjetunió beletöri a bicskáját egy ilyen kis országba, mert ez történt vele. És nincs Szovjetunió, elmúlt. Magyarország van. És meg kell mondjam, hogy az az áruló Amerika, amelyik ma látszólag még a hatalma erejében van, annak már kongatják fölötte a vészharangot, és rövid ideje van hátra. Az is szét fog esni és tönkre menni, és Magyarország túléli és lesz. És Magyarország nem csak úgy lesz, hanem úgy lesz, amikor az igazságosság érvényesül, hogy az az ország, amit a Isten anyja, a Boldogasszony megkapott, az az ország lesz. Mert az égben nincsenek határ. És a végső dolog az, hogy a földön se legyenek. Ami a szűzanya tulajdona, annak egészben az övének kell lenni, és lesz is. Én csak ezt tudom mondani, én azt is tudom, de ez csak a magán tudásom, ezt bizonyítani nem tudom, megérzésem, hogy minden sokkal, de sokkal közelebb van, mint amennyire mi feltételezni véljük. Én nem adok 10 évet sem, hogy újra magyar királyság lesz, és a magyar királyság pedig ebben a területében, ami a Szent Koronáé lesz, azaz Kárpát-medencében. Nem szintiszta magyar lesz, ez biztos, de a mi Szent Koronatanunk értelmében senki se zárja ki, és semmi se zárja ki, hogy aki Szent Koronatag, az szlovákul beszéljen, vagy románul, németül, vagy magyarul, akár szerbül. Sőt, lehet, hogy egész Európa, de ez már a
következő téma, stratégia témaköre. Úgyhogy én ennyiben felülöm össze a revízió lehetőségére, egyszer a természettörvények, másodszor az isteni törvények, harmadszor pedig az egész történelmünk utal. Ma külső körülmények is úgy látszik, hogy valamiféle hajnalt, valamiféle virradatot sugallanak.